Az áldozatokra emlékeztek Marcaliban is. A kommunizmus áldozatainak számát a levéltári kutatások 100 millióra becsülik. Magyarországon az ezredforduló óta emlékeznek meg az országházban és a középiskolákban az áldozatokról. Marcaliban Kis Iván, címzetes prépos plébános, a gyümölcsoltó boldogasszony plébánia templomban szentmisét szerebrált a kommunizmus hőseiért és áldozataiért. Milyen jó, hogy itt a templomunk előtt itt van Szent II. János Pál pápa szobra. És most, amikor a kommunizmus emléknapján emlékezünk egy totális diktatúrára, annak az áldozataira, akkor az egyik legnagyobb élharcosa a Szent II. János Pál pápa volt, aki mindent megtett életében a kommunizmus megszüntetéséért. Milyen jó, hogy voltak ilyen ikonikus alakjai az emberi történelemnek. Már lengyel püspökként, Krakkó püspökeként meggyűlt a baja az ott lévő kommunista rendszerrel, ugyanis nem engedtek templomot építeni Krakkó munkás negyedébe, a novahutai városrészbe, és akkor ez a szentéletű akkori krakkói érsek engedély nélkül elkezdett egy templomot építeni, amit nappal építettek, a kommunisták éjszaka lerombolták. Hetekig, hónapokig ment a húzavona, hogy fölépüljön-e ez a templom. De az akkori Karol Vojtilla érsek nem hátrált meg. Igenis követelte az emberi jogok alapján, hogy joga van azoknak a városrészeknek is templomhoz, ahol nem lehetett eddig templomot építeni. És amikor elment, hogy új pápát választanak bíborosként Rómába, akkor visszavonták a diplomata útlevelét, és azt mondták, hogy majd ha hazajön, akkor elszámolunk az eddigi bűneivel. És a sorsnak vannak ilyen érdekes történetei, hogy visszafelé már pápaként érkezett egy év múlva Fehér Reverendába, ahol 1 millió lengyel várta. A legelső tömegdemonstráció volt nem csak mellette, hanem a kommunizmus ellen. Amikor az emberi fejekben megfordult, hogy igenis a kommunizmus megdönthető, ha ez a pápa, akit úgy bocsátottak el, hogy majd hadafelé jön, akkor elszámoltatjuk, és súlyos vádak alapján esetleg még börtönbe is zárjuk. Pápaként érkezett meg, és 1 millió ember várta Lengyelországba a legelső szabadtéri misén, amit szülőhazájába töltött. És akkor is elhangzott a mondat, hogy ne féljetek. Még a vad kommunista idők mentek Lengyelországba, amikor az ő első apostoli útján a szülőföldjét meglátogatta, és akkor 1 millió ember skandálta vele, hogy ne féljetek, és mutatták a győzelemnek a jelét. És a mai napon, amikor arra gondolunk, hogy Szent II. János Pál pápa, aki mindent megtett azért, hogy ez a totális diktatúra megdőljön, milyen jó, hogy itt van a mi templomunk előtt is. Milyen jó, hogy azt hirdeti, hogy ne féljetek. A megemlékezés zárásaként a résztvevők elhelyezték az emlékezés és a tisztelet mécseseit a Boldog II. János Pál pápa szobornál és az 1956-os emlékműnél.